Mi kell ahhoz, hogy segíteni tudjunk? A kezünk és egy mobiltelefon. Ezekkel mindenki rendelkezik, alapszintű és biztos újraélesztési ismeretekkel azonban már annál kevesebben. Hogy ez ne így legyen, hagyományteremtő szándékkal rendeztek figyelemfelkeltő akciót az Erzsébet téren. A kollega 30 mellkas kompressziót végez, 30 mellkas kompresszió után pedig két befúvás. És ezt mindaddig ismétli, amíg a mentő helyszíre nem ér. A bemutató egyúttal az első segélynyújtás világnapjára is ráirányította a figyelmet, mely minden év szeptemberének második szombatjára esik. Szerencsénk tulajdonképpen az, hogy az idén a Dödöle Fesztivál az gyakorlatilag egy időbe esik ezzel, és ezért merült föl bennünk az a gondolat, hogy megpróbáljuk összehozni a két programot. Magyarországon az emberek jelentős része nem azért megy el szótlanul egyébként az utcán összeesett, és igazából azt sem tudjuk, hogy egyáltalán élő ember mellett, mert hogy annyira érzéketlenek lennénk, hanem mindenféle statisztikai adat azt támasztja alá, hogy sokkal inkább azért, mert az embereknek nincsen információjuk arról, hogy mit kellene csinálni ebben az esetben. Az újraélesztést az Országos Mentőszolgálat Kanizsai mentőcsoportja mutatta be a középiskolásoknak, akik maguk is kipróbálhatták annak lépéseit. Ami szabadidőnkből kifutja, állandóan kötelességünknek érezzük, hogy tanítsuk az ifjúságot és mindenkit. Még nagyon sokat kell dolgoznunk. A szakemberek a fiatalokon keresztül a szülőket is megkívánják szólítani, így terveznek még hasonló akciókat a jövőben. Céljuk, hogy a lakosság legalább 70-80%-a tudja, mit kell tennie vészhelyzetben.